Köszöntöm a kedves nézőt! Egy falat kenyére csipetnyi szú, ez a műsorunk címe, és a mai alkalommal is Moson-Magyaróváron vagyunk. Moson-Magyaróváron még az egy remek kávézóban, a Várkert kávézóban, melynek tulajdonosa ül velem szemben, Molnár Tamás. De hogyha egy ránézünk Tamásra, ugye elsőre azért sok mindenre gondolunk, csak azt nem, hogy ő esetleg egy kávézónak a tulajdonosa, ahol tényleg klassz dolgok vannak, amiért érdemes, aki erre jár, belátogatni, hanem egész más jut az eszünkbe róla, és hogy mi, arról is fogunk majd beszélni. De nekem nagyon tetszik az, hogy ez egy kutyabarát kávézó. Nem tudom, van-e kutyabarát kávézó, amit effektíve úgy hirdetek, én egy kutyabarát kávézó vagyok. A tiéd egy kutyabarát kávézó. Hogy nyert el ezt a címet, hogy kutyabarát kávézó lett a Várkert kávézó? Igazából onnan jött az ötlet, hogy itt a legtöbb dolgozónknak és sok törzs vendégünknek is van kutyája, és hát rendszeresen be neked szokták hozni. Nekem régen volt kiskoromban kutyám, most macskám van, tehát ez annyira nem passzol a kutyabarát kávézóhoz, de négy darab macskám van ott. Aha. Szóval nagyon sokan hoztak be mindig is ide a Várkert kávézóba kutyát. Aztán az alapvető igény volt, hogy akkor kutyatálat kellett beszereznünk, mivel a gazdik ittak az asztalnál, hát ugye a kutyáknak is kellett valamit hozni. És egyszer csak az interneten láttunk egy versenykírást, hogy meghirdették az év kutyabarát helye versenyt, és ebben volt egy olyan kategória is, hogy vidéki kávézók kategória. És akkor ugye innen jutottunk el oda, hogy beneveztünk erre a versenyre, ösztönöztük a vendégeinket, hogy szavazzanak ránk, és sikerült a vidéki kategóriába ezt elnyernünk. Sok kutyás van itt Moson-Magyaróváron? Igen. Sok. Tehát egyszerűen sok gazdi, meg sok kutyus. Azt látom, hogy egyre többen szeretik a kutyájukat elhozni magukkal. Tehát ugye régen inkább az volt a jellemző, hogy otthon tartották a lakásba, vagy esetleg az udvaron, de... Három séta maximum, igen, és nem több, igen. De most meg itt azt látni, hogy bejönnek vele, és akkor elfekszik az asztal mellett, és amíg a gazdik kávéznek. Szóval ez egy olyan hely, kedves nézőink, nyugodtan mondhatjuk, hogy a kutyák is szigetközi friss vizet isznak. Hát valami elképesztő, irigylésre méltó a helyzet, akárhonnan vizsgáljuk ezt a kérdést. De mi is gondoltál, hogy kutya után kutya legyen? Miért pont a cicák? Mert kutya-macska, hát van kutya-macska barátság, de... Hát az az igazság, hogy egy 10 évvel ezelőtt építkeztem, és egy nagyon szép kert lett csinálva nálunk. Uh-huh. És valahogy mindig az volt, hogy ugye a kert meg a kutya az nehezen jön össze. Nem két jó barát, igen. Hát egy kis testű kutya, aki ugye bent lakik a lakásban, annál nem gond, csak nekem mindig német juhászom uh-huh. volt, és ugye ez... Nem kertbarát. Nem. Tehát, hogyha ő gödröt akart ásni, akkor ásott. De a régi házunk udvarán az nem jelentett olyan hatalmas gondot, de most ez így nem férne bele. És a macsok nem szoktak kimenni és elszökni és vándorolni, mert igazából, azok kíváncsi természetűek. Igazából ők nem a lakásba élnek, hanem bejöhetnek a garázsba, mikor szeretnének. Uh-huh. És mikor kint szeretnének lenni, akkor kint vannak, de mindig visszatérnek.